Üdvözlöm, kedves barátaim! Újra találkozunk, és mindjárt mesélek nektek még egy nagyon-nagyon jó könyvről. Ennek a könyvnek a címe Sri Chaitanya Charitamrita. Ez a könyv a Vaishnava filozófiába, vagy akár a védikus filozófiába a legmagasabb szintet képvisel. Itt nagyon mély filozófia van, mondhatom nektek titokban, ennél mélyebb nem lehet. Ez a legmélyebb filozófia, ami csak létezik, itt van összefoglalva. Egy-két szót mondom a szerzőről, Krishna Das Kaviraj Goswami. Nagyon alázatos, egy szent ember lemondott életet élt Vrindavanban. A szíve az Isten iránytól, szeretettől meg volt olvasztva, és ő kapta egy ilyen szolgálatot, hogy ő írja meg ezt a könyvet. A könyv Úr Chaitanyáról szól. Ugye Krishnának van több inkarnáció ebben a világban, egy avatar, ami már mindenki tudja, és Sri Chaitanya, aki 1496-ban jelent meg ebben a világban, és az ő feladata, mert mindig Úr jön egy feladattal abban a világban, Yadayada hidarmasya glanirbavati barata, ugye időről időre, korszakról korszakra megjelenek ebbe a világba, hogy paritranája, szádonám, hogy megvédjem az én híveimet, megadjak nekik társulást és menedéket, vinásácsaduskrita, megvédjek őket a negatív, agresszív személyektől, és dharma samstapanártaja, hogy felállítsak dharmát, vagy a lelki gyakorlatokat erre a korszakra. Mert időről időre, mivel itt minden degradál, a lelki gyakorlat, az emberek, a lelki gyakorlat mindig tökéletes, de az emberek egyre kevésbé képesek gyakorolni megfelelő lelki jógát, és Úr mindig jön, és megmondja, jó, mostantól a képesedek szerint ilyenféle jogát tudtok gyakorolni. És Úr Chaitanya, ő vezette be 500 évvel ezelőtt Hare Krishna mantra éneklését. Ő meg volt jósolva számtalan szentírásba, védikus írásokba az ő megnyilvánulása. Ugyanakkor ő mindenkinek osztotta Isten irányi szeretetet, és mivel ő Isten maga, és ő teremtette lelkeket, megteremtette a világot, akkor ő legjobban tudja, mi a filozófia, mi az igazság, és zseniálisan megfogalmazta az igazságot. Mert sokszor azt mondják, hogy hát lélek és Isten nem ugyanaz, akkor lélek és Isten ugyanaz, akkor az anyagi világ, ez Isten, valamikor azt mondja, nem. De pont hogy van, mi a kapcsolat Isten és anyagi világ között, Isten és a lelkek között, ebbe könyvbe Úr Chaitanya megfogalmazta, és ezért a filozófiáját úgy hívják, hogy Acintya Beda Abeda Tattva. Ez igazából arról szól, hogy egyidőileg a világ és a lélek és Isten egyidőleg azonosok is, és különböznek egymástól. Úgy mondják, hogy minőségileg azonosak, hogy Isten tudattal rendelkezik, hatalommal, vágyokkal, lelkek és minden tulajdonsággal rendelkezik, de Isten végtelenségben rendelkezik a tulajdonságokkal, a egyéni lelkek korlátozott mennyiségben rendelkeznek, mint nagyon zseniális példa az óceán és az óceán csepp. A csepp és az óceán minőségileg azonosak, mert mind a kettőben van sok, de mennyiségileg egy cseppben mennyi só lehet, nagyon kevés, de óceánban rengeteg só van. Ez is egy jó példa, ez persze anyagi példa, de összefoglalta és végül pontot rakott arra, hogy hogy lehet látni lelket és Isten kapcsolatát. Sok minden más beszél a szeretetről, mert ez a fő dolog ennek a könyvnek, Isten irányi szeretet, zseniális és mély filozófia. Ezt a könyvet ajánlom is mindenkinek, csodálatos, nagyon,
nagyon sok történet van ebben, hihetetlen, misztikus történetek vannak, és aki elolvassa ilyen könyvet, az biztos, hogy megváltozik a felfogás az egész világról, saját magáról, és ember boldog lesz. Köszönöm szépen! Képernyő alján látjátok az én e-mail címemet, telefonszámomat, iratkozzatok fel a csatornára, lájkoljatok a videót, mindenkinek további szép napsütést kívánok, a szívébe és kívülről is, legyetek boldogok, Hare Krishna!